No hát, az éjjeli vakond ugyebár visszavonult, de öröksége köztünk van, és ennek köszönhetően én bizony vállalkozom arra, hogy a Risky Woods-ba megpróbáljak valameddig eljutni. Nem, hogy sokáig fogok. Most vagyok túl, hát nem, még kicsit benne is vagyok egy koronavírusos megbetegedésbe. Tűzös mandulagyulladással kiegészítve, úgyhogy nem vagyok még a toppon teljesen, de hát meglátjuk, hogy az agyamat legalább rá tudom állítani. Miközben látni, hogy semmennyit, 2 centit haladtam eddig, és folyamatosan jönnek az ellenfelek. Ezek soha nem állnak le, legalábbis sose vártam meg, hogy leálljanak, mert olyan sokáig jönnek, és lehet szedegetni a cuccokat, az aranyakat. Na itt az a cucc, ami ja, leszívja az életemet. Vagy nem, ez pont, hogy hozzáadott az életemhez, de az időt leszívta. Tehát lehet szedegetni a pénzt, de ez is szar, hogy ahhoz, hogy a pénzt felszedjük, nem elég átmenni rajta, hanem le kell googolni, és pontosan a pénz fölött kell lenned, ha egy pixellem a pénz mellett vagy, és úgy googolsz le, akkor már nem veszi föl. És igen, itt lehet örülni, amikor bedobál ilyen kincses ládákat, ha egyrészt nem lenne ez egy pajzs az ellenfelek érkezése szempontjából, és mindjárt meghalok, és oda lesz az összes pénzem kb. Úha. Na, ennyi volt. Ilyenkor még igen, néha azért be lehet gyűjtögetni a bizonyos százalékát, de egyszerűen hihetetlenül szivatós a játék, de hát ezt mind tudjuk. Ha arra most rámennék, ezt most a lefele gombbal kell felszedni a cuccokat, azt most megpróbálnám felszedni. Na, most eltűnt, de amúgy visszadobott volna a pálya korábbi részére. És már 100 aranyom van, ez valahogy jó lenne kibírni. A koponyát nem szedjük össze, azt a szart sem, és ezen így kell tovább jutni, ugyebár emlékszünk rá. És ami a legidegesítőbb az egész játékban, az ugrálás. Tökéletesen kell mindig időzíteni az ugrálásodat, és még úgy is van, hogy nem veszi be a játék. Egyetlen egy mentség a játéknak, ami miatt tényleg az ember szereti újra meg újra végigvinni, vagy hát nem is végigvinni, de elkezdeni, ezek a kincses ládák, mert ezekbe lehet egészen jó cucc is. Például most sérthetetlen vagyok, ilyenkor megy a darálás. Dur. És ezt is mire rájöttem, hogy kell ezeket a szemgolyókat kinyitni, egy gomb van mindenre az iránygombokon kívül, a nulla. Úgyhogy egész billentyűt végig nyomkodtam, semmi nem történt, és rájöttem, hogy a nullát hosszan kell lenyomni. Hosszan. Miközben láthatni, hogy mindjárt megint meghalok. És ezek a legnehezebb, a legidegesítőbb részek, az ugrálás. Ha kicsit lelóg a lábad, nem érkezel tökéletesen, akkor már meghalsz. Ezek a kampók is arra jók, hogy megpróbálnak lerántani, és még ezek a madárszerűségek is. Na erről beszélek! Ha az egyik lábad lecsúszik, nincs a másik lábad, már nem ér semmit, lezuhansz. De pénzem megmaradt, a csak mondanom kellett, a rohadt életbe. Jajajajajaj. Na, az ugrálós részek azok már engem 2-szer is kinyírtak, vagy... talán csak egyszer? Nem fogom végigjátszani, ez teljesen egyértelmű. Ha mondjuk már ilyen harmadik, negyedik pályáig eljutok, akkor már baromira örülni fogok neki. De miért nem ugrás gombot nyomom, te szemétláda, utolsó szar? Igen, az egész játékban az ugrás a legborzalmasabb. Nem tudom, hogy ezt direkt csinálták-e így meg. Ez az, itt vagyok a pálya végén. Na, van 105 aranyat sikerült összeharácsolnom. Lőle. Mi volt ez? Nem mentette meg minden lelket. Ó, de nagyszerű. Jó, ilyenkor én inkább meg is nyomom a escape-et. Én teljesen fel... Hol hagytam ott lelket? Na jó, nem érdekel. És mondom, a numerikus nullával kell lőnöm, tehát ennél szerencsétlen gombkiosztás nem is lehetett volna kitalálni. Jó, na most legalább tapasztalatokkal felvértezve indulgatok meg. De nem hiszem el. Na, hát kész.
Megint újra kezdem, nem érdekel. Ilyenkor kétszer meghalt ember az elején, mert teljesen... Meg kell várni. Rohadj meg. Legalább valameddig jussak már a rohadt életbe. A Windows 3.1-es gépemen eléggé sokat játszottam vele, tehát... Azt hiszem, hogy a rekordom, hogy egyszer valami hatodik pályáig eljutottam. Na, most megint kaptam egy jó cuccot, így... Mi a fos? Nem igaz már, hát... Most... Az a helyzet, hogy ablak módban tudom csak a dosboxot felvenni, nem tudom miért teljes képernyőbe a felvevő program nem engedi. És ha a kezem a touchpadról lelóg, akkor kirakja, kikattint a dosboxba, és akkor nem az ablak lesz aktív. És akkor itt hiába nyomok bármit, nem történik semmi. Na megint meg kell várni, hogy ez eltűnjön, meg különben visszadob a pályán. És előbb volt 105 aranyom, úgy mentem a boltba. Tehát nem volt már sok életem, de volt egy csomó aranyam. Lett volna esélyem, hogy legalább valamilyen jó fegyvert vegyek, vagy ilyesmi. Most kemény 5 aranyam van, és semmi remény nincs. Na, talán itt egy kis aranytápolás. Oké. De nem lehet tápolni a végtelenségig, mert időlimit van. Na, gyerünk. Na, szerintem már tudom, hogy hol hagytam azt a rohadt lelket előbb. Legalábbis remélem, hogy emlékszem rá. És a ládákból kánténnyút is lehet. Nem tudom, hogy a kereszt mit csinál, most nem merem fölvenni, meg a koponya valamelyik megfordítja a képet, nem tudom melyik. Úgyhogy ezt a lelket hagytam ott szerintem. De pedig úgy emlékszem, hogy felszedtem. És lent is az a vicces, hogy két lelket ír, hogy kettőt kell felszedni. De bizonyos pályákon hiába szedsz fel két lelket, nem. Az nem azt jelenti, hogy annyi... Ó, várjunk. Igen, na ez nem volt meg szerintem előbb ez a lélek. Gyorsan a ládikóba idő, az mindenképp jól jön. Hát ez meg mindenképp szarul jött. Nem! Ó, fullon van az életem, gyerünk! Na most... Nem azt mondom, hogy annyira nagyon jól állok, de... A második pályáig most már el fogok jutni. És 115 arany! Ezt jó lenne megtartani valahogy. Gyerünk. Rohadt madarak. Nem. Ja, és már izem, kulcsom sincs. Gyerünk. Ott a másik kulcsrész. Ez az, gyerünk. Most tényleg, most ez egy nagyon jó kör eddig. És igazából csak akkor lehet bármi nemű esélyed a játék végigvitelére, ha valahogy szerzel kántinyút. De már megint nyomtam az ugrást, hát rohadjál már meg, te szar! Amikor az irányítás gonosz, nem pedig a... Na jó, mindegy, 100 arannyal, minimális életerővel eljutottam a pálya végéig, sem megint. Jó van. Na, mit vagyunk 100 aranyból? Hol a bolt? Hát mi a szar volt már megint ez? Ezt nem hiszem el, kirakta alt-tabba már megint... Kirakta a rohadt touchpad már megint a képernyőből, és nem volt időm a boltig elmenni. Tehát még ez a redvás dosbox is idegesít. Na most tök jó lett volna valami fegyvert vennem, hogy azt a szar köpködős ordinári fost kilőjem. Nem, ehelyett itt. Na most ez egy pacit. Itt mit lehet csinálni, most komolyan? Két oldalról jönnek egy végtébe a csontvázak, ez a szar köpködi a tüzet, esélyem nincs, na most kijöttem, és azt mindenképp le kell lőnöm valahogy, mert ott van a kulcs. És meg fogok halni megint. Nem, túléltem. Azzal a minimális életerővel. Oké. Fú. Aj, de... A boltba... Nagyszerű. Boltba legalább tudtam volna, és megint itt van? Tudtam volna még életet is venni. Kicsit életboostolgatás. De ezzel a késsel az égvilágon semmire nem fogok menni. Egy életem van. Legalább tényleg egy fő szörnyig jussak el. Talán...
Te három pályánként, vagy két pályánként van egy főszörny? Na. Mindegy, ha én a következő pályáig eljutok, akkor már csodaszámba fog menni ez az egész. Így kell haladni, lőni a nagy semmibe. Az jó cucc, az vagy plusz élet, vagy az a kantinyú, most nem tudom hirtelen. Almákat is főszedjük. Tök mindegy, nem érdekel. Az plusz élet volt, amit előbb felszedtem. Ó, és most már van három, ez az. A mocsok életbe. A sérthetetlenség. Gyerünk, gyerünk! Ja, várjunk, lehet sérthetetlenséggel. Talán. Na, egyszerűen olyan idegben vagyok ezek miatt, az ugrálós részek miatt. A lehető legszivatósabbra lettek ezek a madarakkal együtt kitalálva. Ezekkel a kampokkal, amik megpróbálnak lerántani. Egyszerűen szavak nincsenek arra, hogy ez mennyire irgalmatlan idegesítő tud lenni. Ládikó, ez az. Gyerünk, 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 idő, az kell. Ez az. Jó van, jó van, jó van. Nulla arany, nulla arany, hát persze. Tök mindegy, ha el is jutok a pálya végére. Akkor... De nincs az embernek már idege rohadt aranyakat szedegetni. Ó, itt vagyok. Ja nem, azt hittem az a pálya vége, hát hogy ne. Oké. És elvileg ezzel a fegyverrel, ha nullát lenyomva tartom, akkor lehet ölni. Így, mindenki meghal a pályán. De hát... Mi? Megsebez az a tűz, amit a lélek leölésért szedek föl. Jó. Hú, az a golyó! Lehet, hogy az a kontinyú! Gyerünk, 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 gyerünk! Lehet, hogy ez a kontinyú. Ha igen, akkor van minimális esélyem, hogy valameddig én még el is viszem. Igaz, hogy pénz az semmi nincs, tehát késsel rohangálni, amikor már azok a rád szopódó barmok jönnek. Jó, 15 aranyjal volt, hát ez... Hát ez maga a szenvedés. Tehát ezt a fejszét, ezt az axét, ezt mindenképp 90 aranyos... De hát így most mit tudok venni 15 aranyból? Semmit. Még egy darab kis élet. Hát jó, viszlát. Exit. És most jönnek az igazán durva ellenfelek. Akik ellen nem lehet, ezzel a késsel semmit nem fog tudni csinálni. Ilyen ördög démonok, akik az arcodra... De, ja nem, főszörny! Ó! Ez fogadni aranyat! Ez az! Van esély így? Na? A főszörnyek amúgy ritka könnyűek a játékban, tehát eljövök a pálya széléig, és innentől szépen fogja magát, és visszafordul, vagy mégsem? Ja nem, ilyenkor... Ilyenkor közel kell menni hozzá. És akkor így visszaijeszteni a pálya elejére, tényleg. A mechanikát elfejtettem. És akkor megint szépen... ideállni. Tehát... Ezek még a Gatsnál is jóval könnyebb főellenfelek. Nem, mint a Gats főellenfelek, olyan nagyon könnyűek lennének. Bár azoknak is van trükkje, amit ki kell ismerned. Igen, pálya szélére eljövünk, ez a hivatalos, és akkor közel kell menni hozzá, és így elijeszted. Takarodjál! És mintha én emlékeznék egy olyan cuccra is, hogy ez meghal ez a szörny, ad egy csomó aranyat, és ha nem ugrok le egyből a szakadékba, akkor ledob egy csomó ládát, de nem biztos, hogy ez ennél a szörnél van. Valamelyiknél ez így van. Oké. Okay. Ne tűnjetek! Hát mindegyik arany eltűnik. Na itt azt hiszem... Ja, itt le kell ugranom. Igen. Nem ugrok le azonnal, akkor itt még tápolgathatunk egy kicsit. Legalább az a 80 gyűjjön össze. Ah, oh, megvan a izé. A bárdra való pénz. Oké, 130 arany, ez az. Na gyerünk. De még ott volt egy másik láda, amikor ugrok, akkor dobja ezt a szivatást. Na, jó van. Nem. Megvesszük a bárdot, és akkor egy életcsik, kettő. Fú, ez az! Na most aztán. Most rohadjál meg, te gép. Ez mitől ilyen sötét? Jaj, ne már! Ez ilyen ívbe repül. Ha legugolok,
Hát remélem, hogy a balta kell erre a pályára, mert ha nem, akkor ott rohadjon meg. Na, ott van izé... Ott van izé, ilyen mindenki meghal a pályán cucc, vagy nem? De amint ezt fölveszem, eltűnik az a tüzem, úgyhogy... Ó, igen, na, ez már mindjárt más ezzel a baltával menni. De viszont, hogyha közel jönnek hozzám ezek a ördögfiókok, akkor... Megint megszívja az ember. Na. Ja, na erről beszélek, ez a szopózsák, ez késsel szinten lehetetlen leverni, és hogyha közel jön, rád tapad, és nem tudsz vele mit csinálni. Úgyhogy... Ha most nem kaptam volna meg a... Oké, kulcs. Nem kaptam volna meg ezt a... Nem vettem volna meg a baltát. Na, egy lélek, kettő. Most kettőt kiszabadítok, és ott lent. Még mindig csak azt írja, hogy egy. Vagy lehetséges, hogy valamelyik bizonyos lelkeket kell csak? Ezt most... Nem játszottam még ezzel olyan sokat, hogy... Mert mintha... Ja, már megint ez a szopógép. Már megint. A rohadt anyád, ne szórakozz már velem. És ilyenkor a szopógép nem hal meg, hanem ugyanoda visszakerül. Na jó, így kell haladni. A szopómester. Ez az! Jó. Tényleg így kell haladni, hogy dobálod a fejszét, azt se tudod, mi jön neked. De ők halljanak meg előbb, mint te. Persze aranyszerzés ügyileg nem lesz előrébb a világ, bár szerintem én azt mondom, hogy ennél a baltánál jobb fegyver nem kell, hogy legyen. Ott is egy szopózsák, nem. Na, erről beszélek, dögölj már meg, hát mi van itt? Hát, mennyi kell ebbe még a fejszéből is? Hát, ha késem lett volna, egy élet, nem már, legalább akkor ez a pálya legyen már meg, megint csak ezt tudom mondani. Ott van a szopóroller, ezek legalább nem termelődnek vissza, ez az. Bár én nem kiabálom el, mert meg mindjárt kitalálja a játék, hogy... Jó van, hú... Egy kis megnyugvás, egy kis láda, ez is olyan régen volt már láda. Oké, idő. És ezeket a hülye kulcsokat mindig a visszadobó mellé rakja le. Na, tetterek. Oké. Na. Most nem merek... Aha, ez is megsebez. Akkor lehet, hogy az van, hogy vannak jó lelkek, amiket ki kell szabadítani, meg rosszakat, akiket ott kell hagyni. Hát, ez a játék, ez még némi... Aj, nem áll megint. Ez még némi kiismerést azért rejt magába. Aj. Legyen már vége ennek a pályának, ez valami ideg összeomlást okozó szenvedés. Oh, na ez egy jó lélek lesz, mert ez kicsit töröttebb. Aha, jó, megvan mindkét lélek, ami kell a pálya végezvitelének ügyében. És... Jó, mindegy, harannyal úgy se értem volna semmit a boltba. Stalge 4, na ez már valami. Stalge 5, lehet, hogy el fogok jutni a következő fő ellenfélig. Fú, hát ez a pokolbéli táj. Ne már! Igen, ha egyszer rátapad, akkor szinte teljesen vége az egész rohadt mocskos világnak. Ennyit ér az egész. Nulladik élet. Tehát itt még vissza se tudok fordulni. Hogy kéne ezt? Ne. Na most komolyan, ez ellen mit csinál az ez ellen mit lehet csinálni? Valami olyan jó ütembe kell őket elkaszálni. Ilyenből nem kérek többet. Ott is egy kulcs, amit nem tudok felszedni, gondolom, majd a pálya legvégéről kell visszafordulnom. Akkor aktivál valami liftet, vagy én már nem is tudom. Elvileg van még egy kantinium, ahhoz a kis, az a kis gömb az volt, de szerintem, hogyha van is kantinium, akkor tuti, hogy
Késsel fogom megkapni, és kész. Késsel kapom meg a kántinyút, már a legelején kidöglök, mert azt a szarrágót, azt hogy fogom késsel kinyírni? Nem hiszem el. Aha, igen, az egy kántinyú volt. És a baltámat visszakaptam. De jó ég, kegyes a játék. Nem szívott teljesen rommá? Ezért mondom, hogy el lehet kapni, nagyon nagy ritkán el lehet kapni egy olyan hullámot, amikor a ládákban több kántinyú is van. És akkor úgy van esélye az embernek valameddig eljutni. Örülök neki, hogy ez most nekem összejött. Visszafele kell indulnom, mert ugyebár ott vannak kulcsok. Egyiket felszedtem. Ja, az nem egy platform, aha. De a pálya elején is van egy kulcs, na azt hogy kell felszedni? Ez a millió dolláros kérdés, vagy lehet, hogy arra nincs is szükség? Dehogy nem, szükség van rá, mert... Most ez konkrétan... Aha, egy teleport visszahozott ide a kulcshoz. Ilyen mechanikával. Jó, nem baj, ez még egy istenes megoldás. Komolyan én már szarok a pénzre, itt már csak szeretnék valameddig még eljutni. Azt jelenti, hogy ha ezt a pályát sikerülne végigvinnem, akkor eljutnék a... Szerintem akkor két pályánként van főszörny. Eljutnék a következő főszörnyig. Ott egy lélek, de az lehet, hogy gonosz lélek. Mindegy, nem kockáztatok, azt is kiszabadítom, mert most már lent nézem, hogy már három lelket kéne kiszabadítanom. Most mi? Hát... És meghaltam? Hát ez csodálatos. Akkor ez gonosz lélek volt, aha, de lehet, hogy az van, hogy a... De! Akkora szemétség, hogy attól, hogy meghalok, az időm nem indul újra, hanem... Most szépen folytasd, hülye gyerek, annyi valamennyi a halálodnál voltál. Az is gonosz lélek. Azt a rohadt élet, ne már, ne herdálja már ennyire. Nem igaz már. Valamikor annyira jól megy, valamikor meg herdál az ember. De ez a gonosz lélek jó lélek. De mi a... Tök már! Ez is csak ilyen elméleti síkon létezik. Most le lehet esnem, vagy nem le lehet? Ó, már hiányoltalak, te kurafi. Time out! Ez csodálatos. Ó, és nem az, hogy ezé... Ne. Tehát... Ja, pálya legelejére hoz vissza? A time out? Aha! Hát ez csodálatos. Nem az, hogy meghalsz, vagy valami... És még csak nem is full élettel hoz vissza. Mondom, eddig a legnagyobb pozitívum a játéknak az volt, hogy a fejszémet megtarthatom. Még game over-nek.